Sziasztok! Örömmel üdvözöllek titeket a Brain Plus program otthonában. Ez egy speciális program, ne ijedjetek meg ettől a szótól, hogy speciális, ez csak azt jelenti, hogy egyedülálló, nincs máshol ehhez fogható lehetőség. Hogy mi is ennek a programnak a célja? Az, hogy te, akinek valami célja van, valamit el akar érni, valamit meg akar nyerni, valamit meg akar szerezni, tudd azt, hogy hogy kell gondolkodni, hogy kell cselekedni, hogy kell érezni, hogy ezt el tud érni. Ebben segítünk mi a fiataloknak. Ennek a programnak a keretében összeszedtem mindenféle olyan ismeretet, ami szükséges ahhoz, hogy az ember elérje a célját. De biztos egyetértesz velem abban, hogy mindenféle elmélet csak annyit ér, amennyit lehet használni belőle a gyakorlatban. Sőt, csak akkor, hogyha szeretjük használni. Ezért az elméleti tanulás mellett mi gyakoroljuk is ezeket a dolgokat. Feltételezem rólad, hogy te biztosan szeretsz pingpongozni, lábteniszezni, labdát dobni, és miniteniszezni is esetleg. Mi mindenképpen megtanítunk minden dolgot ezzel kapcsolatban. Sőt, ezeket fogjuk gyakorolni az elméleti anyag gyakorlása keretében. Nagyon ajánlom neked, hogy legyél nyitott erre a programra, mert ez egy egyedülálló lehetőség, nincs alternatívája. Nem ismerek semmilyen más programot, ami ehhez hasonló, és hát valljuk be őszintén. Azért úgy tanulni, hogy közben pingpongozunk, miniteniszezünk és lábteniszezünk, azért ez egy elég szórakoztató dolog. Várlak titeket, sziasztok! Szevasz, Haca! Örülök, hogy láttak! Én is! Hogy vagy? Jó vagyok, és te? Na gyere, oda, beszélgessük egy kicsit az irodámmal, jó? Szasza, emlékszel rá, hogy a múltkor edzésen volt egy aranyos történet? Igen. Az edzés vége felé adtam neked egy meccs helyzetet. Azt mondtam neked, hogy ha 5 szervából 3-at beütsz, akkor nyertél. Ha nem, akkor vesztesz. Első szervában mi volt? Elrontottam. Második nem mi volt? Elrontottam. 0-2. Már csak 3 esélyedben és 3-at kell beütni. Következő? Sikerült. 1-2. Negyedik? Sikerült. 2-2. És akkor mit mondtam neked? Mondtam neked, hogy visszajöttél a meccsbe. Az el lehet felejteni, mert eddig volt. Ez az egy pont dönt el minden. A feldobás hogy sikerült? Rosszul, mert jobbra dobtam. Jobbra dobtad. És az eredmény mi lett? Bement a labdám, mert megpörgettem a labdát. Hát ez az, ezt akartam most kihangsúlyozni, hogy annak ellenére megnyerted, hogy rosszul dobtad föl. Korábban volt egy ugyanilyen szituáció, egy héttel ezelőtt, akkor jól dobtad föl és elvesztetted. És miért vesztetted el akkor? Mert izgultam, hogy nehogy elroncsom a szervát. Így van, tehát az volt a célod, hogy el ne roncsd, és nem az volt a célod, hogy nyerd meg. Tehát ennyit fejlődtél egy hét alatt, most már tudtad, hogy csak arra szabad gondolni, hogy hogy nyerd meg. És szépen kézzel megoldottad. Úgyhogy örülök neki. Ez az. Zasza, nézd meg ezt a képet. Írd eszembe. Mesélj nekem. Soha ne add fel, van ráírva. Ez azt jelenti, hogy bármilyen hátrányban vagy, soha nem szabad semmit feladnod. Mindig küzdeni kell, és az eszednek is ott kell lennie. Soha nem szabad feladni. Helyes. Igen. Lényeg az, hogy föl megállsz a könyök, és gyorsít,